A rózsakerttel és a táblával a zentai önkormányzat 2012-ben emlékezett meg először azokról, akik az előző évben születtek. Azóta az időjárás tönkretette az eredeti táblát, amelyet az önkormányzat a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium diákjaival karöltve felújított. Egy hónapig készítettük ezt a táblát, időtállóbb, mint az előző, mivel ez egy zománc festék, ami nem fog lekopni. Az előző az egy ilyen papír, öntapadós papír volt, tehát ez időtállóbb, és kézzel írtuk az egészet. Az önkormányzat ezzel az akcióval is gyermekvállalás fontosságára szeretné felhívni a figyelmet. 2011-ben 163 gyermek neve szerepel a táblán, a 2012-esen pedig 211 gyereknek a neve szerepel. Ahogy múltak az évek, változott a városnak a koncepciója is, hiszen ezek táblák, rózsakerteket, rózsákkal jelöltük a született gyerekeknek a létszámát, és az elmúlt időszakban már fákkal jelöljük, tehát fákat telepítünk a népkertbe az előző évben született gyermekeknek a tiszteletére. A 2011-ben és 2012-ben születettek rózsakertet, míg az őket követő generációk egy-egy fát kaptak ajándékba.